Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Semmilyen művészet nem működik játékosság bizonyos fokú infantilizmus nélkül. A költő rácsodálkozik egy szóra, amit milliószor hallott és használt már, forgatja, dobálja, megcsócsálja, s új univerzumra lel benne. A színész meg egy mozdulattal, egy pillantással, egy érzéssel teszi ugyanezt. Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, amit a színészre vonatkozik, az nagyon is vonatkozik mai vendégemre, aki a Magyar Színház történet egyik meghatározó alakjának, Domján Editnek az alapítvány, illetve a kuratórium döntése alapján az elmúlt esztendőben átvehette a Domján Edit díjat, ezúton is gratulálunk, és ő pedig nem más, hiszen ezt talán már tudják, ezt beszámoltunk róla, mint Varga Lilia Vörösmarty Színház színművésze. Szervusz! Szia Lajos, köszönöm szépen! Itt vagy velünk. Idestova 2016 óta. Igen. Ez egy nagyon fontos pillanat nekünk, hiszen a 12 dühös ember volt, de aztán utána kismillió olyan darab, ami azt hiszem, hogy jogossá tette ezt a díjat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a színészetben nagyon-nagyon fontos az önismeret, hiszen aki nem ismeri önmagát, az nem lehet színész. Ebben az eltelt 4 esztendőben megismerted, de mi úgy tapasztaljuk, hogy megismerted magadat, hiszen fantasztikus szerepek vannak mögötted, olyan évadok, amikor a legtöbbet játszottál, ami önmagában nem dicsőség, viszont közönségkedvenc lettél, az már annál inkább, hiszen mindig hiteles vagy, és mindig olyan alakításokat nyújtasz nekünk, ami azt hiszem, hogy elégedettséggel tapsra ingerel bennünket, ha úgy tetszik. Köszönöm, hogy így gondolod, és jól esik. Én úgy gondolom, hogy a színész valahol szerepeken keresztül is ismeri meg folyamatosan önmagát. Tehát ez egy folyamatos munka, és igen, nagyon sokat tapasztaltam abból, hogy mi is vagyok én, vagy ki is vagyok én. És nagyon hálás vagyok azokért a feladatokért, amiken keresztül eljuthattam ide. Én azt gondolom, hogy az az idézet, amit idehoztam, mert hogy ez a válasz teljes egészében illik hozzá, az úgy szól, hogy csak úgy lehet egy fiatal kezdőből igazán színész, ha sokat játszik, ha sokat dolgozik, ha foglalkoztatják. Tehát nem az az elsőrendű kérdés számára, hogy milyen rangot tölt be holnap után a szakmában, vagy hogy melyik öltözőben fog öltözni és kikkel, hanem okvetlenül azt a színházat keresi meg, ahol legtöbbet tudják foglalkoztatni, a legtöbbféle szerepet játszatják el vele, és nem skatujázzák be rögtön az első évben. Ez így veled van. Így történt? Ez így van. Igen. Így történt, és ez is volt a vágyam. Tehát én mindenképpen egyrészt társulathoz szerettem volna szerződni, másrészt meg az, hogy mindent, tehát hogy minél többet dolgozhassak. Igen. És ez megvalósult. Így van, mert ha visszatekintünk, akkor ugye említettem a 12 dühös embert, de abban az esztendőben volt a terrorizmus, a Velencei Kalmár és a Rajongók. Igen. 4 olyan szerep, ami azt hiszem, hogy egy kezdő színésznek, tehát a kezdő itt nem olyan jelzőszerkezet, hogy valamiféle negatív. Ideális. Ideális, pontosan. Hogy tekintesz vissza erre az első évre? Megerősített a társak, a rendezők és önmagában a színház téged abban, hogy megtaláltad a helyed? Igen. Igen, abszolút. Nagyon érdekes volt ez, mert először hívtak a 12 dühös emberbe, és akkor én még nem tudtam, hogy lehet-e itt több dolgom. De fantasztikus volt akkor ez a munka. És amikor utána kijött az asszisztensünk, és azt mondta kint a teraszon, hogy Lili, akkor a Velencei Kalmárban is benne lennél, és akkor jövő héten olvasópróba, akkor majd kiúrottam a bőrömből, és így következett a többi, és nagyon, nagyon boldog voltam. Én azt láttam, azt vettem észre, hogy gondoskodó tisztelettel és szeretettel építetted fel a pályádat. Tehát nem csak a pályádat, hanem a következő esztendőket is. És erre figyelemmel voltak a rendezők is. Igen, most, hogy így mondod, igen, igen. Hiszen 2017, a 16-17-es évad már is a Herner Ferike Faterjával kezdődött, ami egy zseniális kamaradarab. Jó, fantasztikus volt, és nagyon fantasztikus jó volt próbálni volt. Is. Jó volt, azt hiszem, Marikának lenni. Nagyon, nagyon, ez egy örömjáték volt, egy lubickoltunk benne mindannyian. Aztán jött egy különleges, és ezt azért említem meg, mert nyilván szóba kerülnél, Kricsál Kamil Hópehely hercegnője, hiszen itt a nézőknek is mondom, hogy rövidesen bemutatjuk a Nukát, a világjáró jegesmedve történetét, mint egy 56 percben álmodta meg. Hát azt mondom, hogy színpadra, ha úgy tetszik, és abban is fantasztikusak vagytok mindnyájan.
Tehát jött egy játékos, és ugyanúgy a Herner Ferika Faterja, az is egy játékos szín, ízig-vérig mai történet, igen. És akkor utána jöttek a Lapák és fiúk, a Carmen, majd hogy keretbe zárjuk a Hülyéje. Milyen volt ez az év neked? Egy kicsit emlékezz vissza rá. Mérhetetlenül élménydús, és valahogy ez is egy olyan éven volt, amikor azt éreztem, hogy egy másodpercig nem érezte az ember azt, hogy fáradt. Egy másodpercig nem gondolkodtam azon, hogy mi lesz holnap, hanem folyamatosan dolgoztunk, égtünk belül, folyamatos kíváncsisággal léteztünk, de mindannyian egymás iránt és az új dolgok iránt. És például a Hópály hercegnő is, meg az Apák is fiúk, hát ez számunkra egy nagyon meghatározó előadás volt. Maga az anyaggal való találkozás is, tehát a Turgenev átirattal, és az a csapat, ahogy akkor összeért, és akkor még velünk volt Matus Gyuri bácsi, és pont a mai napokban rakta fel a Kamil, internetre osztotta meg ezt az emléket, hogy ment az Apák és fiúk, és eszembe jutott a Matus Gyuri bácsi is, és ennek az egész próba folyamata, ahogy létrejött, maga, hogy milyen dolgokkal küzdködtem akkor, mint Dunyasa, hogy az volt az évad, erre emlékszem például nagyon, hogy az volt az évad, amikor minden előadásban kezdőszereplő voltam. A Herner Ferike például kivételével, de mindegyikben, a nyitó jelenetben, és egy színésznek közben valahol egyfajta egyszerű kihívás, amely közben rémálom is az, hogy neked kell elkezdened egy előadást azért, mert abban a percben te indítod el, hogy milyen energiaszinttel indul el, te építed a nézőkben az évet, és akkor így emlékszem, hogy egyszer ültem, akkor rengeteget játszottunk, nagyon-nagyon sokat, rengeteg előadásunk volt, és mindig azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha ott állnék a takarásban, mondjuk Dunyasaként, és belépnék Marikaként Herner Ferikébe, vagy tehát egy másik mondatot mondanék, vagy megjelennék a Herner Ferikébe, és azt mondanám, hogy de meleg van, vagy tehát így mindig eljátszottam a gondolattal, hogy milyen lenne ezt összekeverni, és egyébként féltem is tőle, hogy ne keverjem össze, de ez jó, tehát ezt mindabból mondom, hogy ez fantasztikus dolog, hogy az ember ennyit nagyon játszhatott. Jó, hiszen azt mondják, hogy a színészetben az egyik legfontosabb az önismeret. Igen. És amikor én a következő szerepedről beszélek, ez nem más, mint a régi módi történet. Szabó Magda rajongó vagyok mindenféle értelemben és módon. Én azt mondom, hogy számomra mindenképpen az volt a csúcs abban az esztendőben. És emlékszem, amikor interjúra kértelek, akkor kérdezted, hogy letöröld-e a sminket. Ugye abban a szerepben egy olyan alakot játszol, ahol nagyon fontos szerepe van. Igen. A csúnyaságnak, ha úgy tetszik, amit aztán a lélek gyönyörűvé varázsol, meg a szeretet és a szerelem. Igen. Fantasztikus volt a régi módi történet, és szerintem nekem az életem végéig egy meghatározó előadásom lesz itt. Maga Gizellával való találkozás, az, hogy ő végigjárni azt az utat, hogy fiatal, 16 éves lányból hogy lesz később egy 35 éves, de folyamatos időugrásokkal. Maga ez a történet a Mariékkal egy olyan bensőséges találkozás volt mindenkivel belül is, emberileg, színészileg, hogy az egy maradandó élmény. És az egy érdekes pillanat volt a régi múlt történetben, amikor nézett engem a Tasnádi Csaba hosszan, és akkor így mondta, hogy mit csináljak veled? Tehát mondta, hogy mit találjunk ki, mitől legyen Gizella ronda. És akkor mondtam, hogy hát valamit ki kell találnunk, hát valami lesz. És akkor egyszer csak jött ezzel az ötlettel, hogy mi lenne, ha lenne rajta ugye egy tűzfolt, tehát egy látható folt. És azért kérdeztem, mert sok emberrel találkoztam, aki utcán, vagy átmentem szembe a kávézóba, és a teázóba, de a lányokhoz. És akkor mindenki megijedt, hogy Jézusom, Liri, mi a baj, mi baj? Mondom, semmi, csak festék, nyugi, csak festék. Így van. De hát ezt tette hitelessé ezt a szerepet, hiszen igaza volt Horváth Csabának. Mint ahogy igaza volt Horváth Csabának a Halál Tébában Iszménynél is, hiszen az is egy kedvenc szereped, és korán sem véletlenül. És hogy mennyire bevált az a szikora elv, hogy ide igenis kell egy nagyon erős rendezői gárda a művészeti vezetésbe állandóra, azt jelzi egyébként az összes, hiszen a Horváth Csabán túl a Bagó Berci és a Hargita Iván is olyan darabokat rendezett, amelyek így visszatekintve megerősítik, hogy Székesfehérváron, illetve a Székesfehérvári Vörösmarty Színház nagyon ott van fent a polcon ma már. Igen,
Én is így tehát akkor a Halál tébában, ami megint egy kedvenc darabod volt. Igen, és főleg azért, mert találkoztam tanárokkal, diákokkal, és nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy végre odajött hozzám például az egyik diák, akit később mentoráltam, és azt mondta, annyira jó, mert végre megértettem. És akkor, hogy végre megértette azt, amit mondjuk ő órán lehet, hogy nem úgy tudott elsajátítani, vagy felfogni, de más aspektusban is azt mondta, hogy újraolvasta ezeket a történeteket. Ez szerintem fantasztikus dolog. Mennyire lehet és kell kihasználni a nőséget? Hiszen azt mondják, hogy egy színész valamivel kevesebb, mint egy férfi, egy színésznő pedig valamivel több, mint egy nő. És ezzel maximálisan egyetértek. Igen. Igen, érdekes most, amit mondasz. Mert ezt nem a rutin hozza semmiképpen sem, hanem az a sugárzó nőiesség, ami fakad belőletek jó néhányatokból. Igen, ez valószínűleg, nem tudom, egy belső erő, vagy amit mondasz, hogy az embernek egy magáról kialakított képe, és azt képviselnie kell. És mennyire fontos, hogy a kortárs, illetve a klasszikus darabok vegyítve kerülnek a nézők elé? Nekem nagyon fontos. Mert hogy ugye itt a Halál tébában, bár itt az a Foszi átirat volt a Szofoklész darabból, de utána jött a Murakami Haruki a Kafka a tengerparton, ami aztán abszolút azt mondom, hogy csak egy vájt szemű és vájt fülű és vájt gondolkodású színházrajongónak jön be. Így van. Én úgy gondolom, hogy kísérletezni kell. Tehát nem lehet mindig biztosra menni, vagy biztos siker után kajtatni, és azt gondolom, hogy ebben nagyon jó arányt talál a színház, hogy lehessen kísérletezni, gondolkodni, de közben kielégítsünk többféle igényt. No, és akkor már is itt vagyunk annál az időszaknál, amikor jöttek az óriás történetek. Hát az első mindenképpen a Chicago, nagyon sokan gondolnak rá úgy, hogy ez a csúcsa abban az értelemben a zenés daraboknak, amit Magyarországon játszanak. Legalábbis Fehérvárra ez így jellemző, hiszen ezt láttuk. És azt gondolom, hogy ez valóban olyan volt Horváth Csaba rendezésében ismét, ami illik az ő rendezői attitűdjéhez, és illet hozzátok. Igen, és neki is egy kísérlet volt, mert az első ilyen volt, amit csinált műfajban. És hozzánk is, és annyira jó volt, egy teljesen közös munka volt az egész. És az volt számomra benne például egy meghatározó pont vagy élmény, amikor a Csaba is, mert ugye ő csinálta végig a koreográfiákat, és velünk együtt próbált. És akkor a végén, amikor pesgőztünk a függöny mögött, akkor azt mondta, hogy annyira örülök, hogy végre táncolhattam veletek. És tényleg együtt, olyan érzés volt, mintha mindig együtt táncolnánk. Aztán jött egy Eszterházi Péter. Ugye sajnos nincs már köztünk, és azt gondolom, hogy a Mercedes-Benz az bizonyította, hogy milyen mérhetetlen hiányt okoz az ő távozása, de azt hiszem a darabjai majd bizonyítják, mert megmaradnak. Milyen egy olyan darabot játszani, ami egy valódi magyar, mai kortárs darab, méghozzá olyan szinten, hogy meg kell értetni az emberekkel, hogy igenis van ilyen világ, és hogy ez a világ mennyire kapcsolódik a mi mindennapjainkhoz. Igen, ez volt benne a legnehezebb. Az, hogy tudom azt, hogy tudjuk mi azt átadni. Mert nekem is Eszterházi például, aki, én azt érzem, hogy én őt könyvben, hogyha olvasom, akkor jobban megelevenedik az a világ, de nem tudom, hogy színészként vagy színpadon ezt hogy kell tudni átadni. Tehát ez volt benne a nehézség, hogy közösen úgy gondolkodjunk, hogy tényleg mit kell megmutatni, mi az, amit az emberre kell bízni, vagy a hallgatóra, vagy nézőre kell bízni. És ezek az arányok, ennek a megtalálása volt nehéz. Aztán jött az abszolút luxus, én azt gondolom, mármint abban az értelemben, hogy Tennessee Williams az luxus a színházrajongónak mindenképpen, és a Vágy villamosa helyett, a Vágy nevű villamos pedig bizonyította, hogy Bagó Berci nagyon ott van, ahogy te is Csilla szerepében, az fenomenális volt. Köszönöm. Nagyon vártam rá, nagyon vágytam rá, és nagyon örültem, hogy ezt eljátszhattam, és csináltuk. Maga az egész próba folyamat, tudom, sokszor mondom már ma ezt a szót, de elképesztően összetett volt. Méghozzá azért, mert igen, küzdöttünk rendesen, de meg ugye sok megállításunk volt közben, tehát sok minden közbe jött, és azt hiszem harmadjára futottunk neki, amikor igen, be tudtuk mutatni.
De akkor sem engedtük el, és azt mondtuk, hogy akkor is be fogjuk mutatni, és hál' Istennek sikerült az Ildikóval való találkozás, mert én most játszottam vele először úgy színpadon, hogy rendesen sokat, és az nagyon, nagyon jó élmény volt, de mondhatnék mindenki mást is, de az, hogy ilyen intimen közel tudtunk kerülni egymáshoz, mint színész, mint ember, az nagyon, nagyon jó volt, és nagyon felemelő. Ugye ez is igaz mondás, hogy a színésznek két halála van, ha sokat dolgozik, vagy ha keveset. Igen. És a megfelelő arányt azt meg kell találni mindenképpen. Na most itt hozom a két ember tragédiáját, egyet-kettőt, mégpedig az egy nagyon komoly munka, négy rendezővel, teljesen új, ha úgy tetszik, színészi, illetve rendezői elképzelések mentén, a kettőről nem is beszélve, hiszen négy szerző. Ez milyen feladat volt? Hiszen itt nincs kis szerep, nagy szerep. Nyilvánvaló, hogy az Ádám, Éva, Lucifer az egy más kategória, viszont a darab különlegességét az adja, hogy mindig történik valami, és mindenki fontos benne. Igen, érdekes volt. Én nem mondom azt, hogy életem legjobb próba folyamata volt, és nem mondom, hogy ez könnyű volt. Sőt, ha őszinte szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy megőrültem közben, miközben csináltuk. De maga az, hogy egyszerre ott van az egész társulat, és mindenki máskor ilyen nincs. Tehát én azt tudtam ennek pozitív dologként felfogni benne, hogy mi itt ennyien közösen ott vagyunk, főpróba héten ott vagyunk együtt, és azok a közös energiák léteznek, és ott van, és mindenki egy valamiért van ott. És ez benne jó volt nagyon, de hát próba folyamatnak ezt végigcsinálni, ez nem egy egyszerű dolog. Miként éltétek meg ezt az együttlétet egyik oldalról, a másik oldalról az ember tragédiája egy, tehát a madács alap darab, a siker az egyértelmű volt. Tehát nem azzal a szöveggel dolgozni élmény. Tehát. Viszont nagyon nehéz volt dolgozni a négy különböző rendezői attitűdben a négy különböző szerző gondolatvilágával, gondolom én. Most a tragédia kettő? A tragédia kettőben. Az milyen volt? Hú, hát igen, egyrészt nehéz összeegyeztetni ezeket a dolgokat, tehát hogy mindenkinek ugye különböző színekben van, akkor nehéz összeegyeztetni, hogy párhuzamosan vagy egymás után kivel, hogy próbáljon. Tehát ez nem egy egyszerű folyamat. És van olyan ember, aki mondjuk reggel 10-től este 10-ig neki maximum fél óra szünete van, és ő végig dolgozik, hol egyik emberrel, hol másik emberrel van. Úgyhogy lement a próba folyamat, és akkor utána ott álltunk, hogy most kinek a megbeszélésére menjek. Mert hogy ebben a színben is vagyok, ott is vagyok, hol kéne lenni, hova kéne mennünk. A négy szerzővel való találkozás pedig annyiból volt számomra érdekes, hogy ki hogy szűrte át magán azt, hogy neki hasonlítania kell Madácshoz, vagy nem. Vagy ki az, aki ezt a kettőt, tehát az ő saját világát összehozta Madácséval. Én gondolok itt most Tasnád Istvánra, tehát nekem nagyon hasonlít, ahogy tehát a forma világában vagy nyelvezetében kicsit próbál hajazni Madácsra, de ki az, aki abszolút eltávolodott ettől, a témák is érdekesek, hogy ki mit választott, vagy mit szeretett volna feldolgozni. Számomra a Titanic is például egy nagy kérdés volt, én sokáig nem értettem. Tehát van olyan, hogy mi sem tudjuk rögtön, hogy mit kéne csinálnunk, és nekem miközben dolgoztunk vele, vagy miközben fejtegettük, akkor jöttem rá, hogy ez hogy is és miről is szól pontosan. Én például eleinte nem tudtam, hogy Ádám, jó, most aki látta az előadást, azt tudja, de majd aki meg fogja nézni, és hogy nem tudtam az elsőben, hogy az Ádám a mérnök. Tehát, hogy ő a Titanic mérnöke. Értem, de hogy ezt én elsőre, például amikor olvastam, vagy mikor elkezdtük, én ezt nem tudtam, és nem is értettem, hanem hogy kerül ide Ádám, hogy van ez. Számomra, ami nekem például hiányosságom a történetből, egyrészt leakalapol az írók előtt, hogy ezt így megcsinálták tényleg. Nem nagyon nehéz dolog. Meg automatikusan az ember összehasonlítja Madáccsal, még ha nem is kéne. Tehát ez kikerülhetetlen. Viszont igen, azt sem szabad elfelejteni, hogy ők négy különböző ember, tehát nem egy ember szerzeménye. És ami nekem hiányosságom, és amit közben értek, hogy miért írtak így, az Istennek a jelenléte. Hogy ki is mondják, hogy a másik felvonásban, hogy Isten halott. Tehát, hogy ő ott nincs, nem Lucifer vezeti a szálakat.
Csak nekem nagyon hiányzik az Úrnak a jelenléte. Tehát, hogy nekem, ami a embertragédia egyben végig kíséri ezt a dolgot, nekem ez hiányzik. Igen, hát majd júniusban talán megtapasztalják a kedves nézők is, hiszen ezt nagyon kevesen láthatták a pandémia okán. Viszont kell, hogy beszéljünk a barátságról, hiszen a barátság is egy csomó színházi élményt hozott az embereknek. A barátság a Kerkai Ritához és Kricsár Kamilhoz. Ugye, ha Kamilról beszélünk, akkor elengedhetetlen, ugye már előtte a Mese Látóhegyről ezt majdnem kimaradt, de ez is szivárványként egy csoda volt. És hát Kerkai Rita is mozgósította a színház rendezői ambícióit, ha úgy tetszik. Azok is különleges darab. Mi jelent különlegességet abban, hogy a barátokkal, a legközelebbi barát, nyilván mindenki barát valamilyen szinten, de a legközelebbi barátaiddal dolgozhatsz ezekben a kamaradarabokban. Isteni érzés, és nem gondoltam, hogy ilyen lehet, vagy ilyen létrejöhet, vagy hogy ennyire szabadon tud dolgozni az ember valahol. És Kamilékkal az az érdekes, hogy pont ezen tegnap gondolkodtam egyébként, hogy ez az érdekes, hogy mi szerintem azért működünk ilyen szabadon, mert van egymás felé egy annyira ösztönös kíváncsiság. És amikor például Rita is most, hogy rendez minket, vagy dolgozik velünk, hogy ő benne is úgy van az anyag iránt egy kíváncsiság, hogy ránk kíváncsi. És abból jön ki az az anyag. Ez volt az odaadó hívetek Surikkal is például. Vagy Kamilnak meg egyszerűen, amit lehet, hogy már mondtam, de annyira csodálatos lelke van. Tehát, hogy a Mese a Látóhegynél, amikor a gyerekek előre bemondták azt, hogy mi fog történni, azt láttad, hogy az ő pszichéjükkel írta meg a Kamil, tudja a gondolkodásukat, érti őket. De valahogy ösztönösen az ő lelkéből annyira jön ez a Rita, meg ahogy kiegészíti a díszletekkel, akár jelmezekkel. Én akkor csodálkoztam nagyon, amikor például a Mese Látóhegyben megcsinálta a nádast. És nekem eszem ágában nem jutott, hogy lehet rúdból, petpalackból és fóliából kihozni ilyen dolgokat, és kész a nádas és a tó. És elképesztő dolgokat csinálok. Szóval így ebben az értelemben kereg a világ, és hogy kerek legyen, arról a koronázási szertartási játék is gondoskodik, hiszen 2018-ban már benne voltál, de az elmúlt két évben pedig kiemelt szerep a Szent Margit, azt ráadásul megdupláztad a Matuz Jánosnak köszönhetően, illetve most pedig a Törékeny Gyémántban negyedik Béláról Édua. Ez ilyen lubickolás, ugye? Egy kicsit. Tehát komoly munka, nagyon kemény, hiszen a Királyok városában vagyunk, méltósággal kell megtölteni egy-egy ilyen darabot, de akkor is, tehát a nyár kellős közepén azért mindenki vágyakozik a szabadtérre, a sok-sok ember elé. Igen. Én vágytam régebben, hogy benne lehessek, és amikor jött ugye az első felkérés Jánostól, annak is nagyon örültem, és akkor utána, főleg hát a Szent Margit, az nekem életem egyik legfelemelőbb élménye volt. Egyrészt nem álltam még annyi ember előtt színpadon, mint akkor. Másrészt maga a történet is találkozni így ezzel az emberrel elképesztő volt. És nekem annak a meghítsége, hogy ott vagyunk a koronázó parkban, hát szóval néha úgy éreztem tényleg, hogy most nekem szabad itt lennem, vagy én most itt lehetek, és az nagyon, nagyon szép dolog volt. Főleg úgy, hogy igen, a Matuz János által meg duplán megcsinálhattam, igen, ezt nevezzük lubickolásnak, igen, az volt. Zárjuk keretbe a történetünket, ugye a Domján Eléd díjjal. Mit gondoltál, amikor megkaptad az értesítést? Nem hittem el. Nem hitted el? Nem. Hiszen ugye tudni kell, hát persze, hogy 40 alatt vagy, jócskán 30 alatt, de azért ez egy rang mindenféle értelemben, és talán a nézők is emlékeznek rá, a Vörösmarty Színházban beszámoltunk arról a díjátadóról, és elérzékenyültél. Igen, a nagyapádra emlékeztél egy kicsit, aki a Miskolci Nemzeti Színház tagja volt, és azt hiszem, hogy egy kicsit ez az övé is. Igen, így van. És főleg azért gondolom ezt is, ez egy nagyon fontos dolog, mert sokszor szokták mondani, és sok helyen olvastam is. Én nem azért beszélek róla, mert ő nekem bármi olyan értelemben segített közelebb kerülni ehhez a dologhoz, vagy segített volna abban, hogy én színész legyek, vagy ide kerüljek, egyáltalán nem, hanem hogy valaki őrizze az ő emlékét.
azt, hogy igen, emberek úgy mentek be, hogy a színházba, hogy igenis például volt egy Varga Gyula Miskolcon, mert lehet, hogy vidéken volt, de attól még volt, aki miatt jegyet vettek. Tehát azt mondták, teljesen mindegy, mi megy, csak a Varga Gyuszi bácsi legyen benne. És ezt megerősítették, mert voltam lent például Miskolcon, és találkoztam ott egy jegyszedővel, aki ismerte a nagyapámat, és pont ezt mondta, hogy hát mindenki, hát úgy vettek jegyet, hogy a Gyuszi bácsi, és ezt azért mondom el, mert nem azért beszélek róla, mert ez ilyen családi dolog, és hogy nem, hanem azért, hogy én őt életbe tartsam. És azt hiszem, hogy igen, ez egy ilyen közös díjunk vele. Ez így van rendjén. A koronavírus járvány viszont nincs rendjén. Várod nem nagyon nincs. Már a végét? Igen. Igen, és megmondom neked őszintén, hogy az elsőnél még jól esett pihenni, egy kicsit fellélegezni, mert szükség is volt rá. De most már ezt nehezen viselem. Most már nagyon szeretnék találkozni a nézőkkel, most már szeretnék játszani, szeretném a mindennapjaimat élni úgy rendesen. No, hát akkor történjék így, én ezt kívánom. Legyen boldogságot. Úgy. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Varga Lili volt a vendégem, aki 2020-ban átvette a Rangos Domján Edit díjat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.